Sziasztok és köszöntök mindenkit az Unibet Magyarország YouTube csatornáján. Visszatér a Forma 1 a nagy nyári szünetet követően. Ezen a hétvégén végre újra Forma 1-es utamot rendeznek. A helyszín pedig nem más, mint Hollandia, Sandford, Max Verstappen hazai pályája. Mi pedig Bereznai Danival latolgatjuk majd az esélyeket. Hello Dani, és nyilván az első kérdésem nem is lehet más, hogy Mennyire hiányzott neked a Forma egy ennyi szünetet követően? Értem ez alatt azt, hogy nagyon furcsa, hogy egy háromhetes nagy nyári szünetben vagyunk túl augusztus végén, ennek ellenére már 12 futamon túl vagyunk ebben az évben, szóval te hogyan élted meg ezeket a heteket, napokat? Lehet, hogy azért, mert idősödöm, de nekem ez a nyári szünet tűnt a legrövidebbnek. Erről van egy biológiai teória az időteléséről, minél idősebb vagy, egy adott időtartam a teljes életedhez képest annál kisebb rész lesz, ezért érzik az idősebb emberek gyorsabbnak eltenni a heteket, a hónapokat vagy az éveket, vagy azért, mert esportra készülnek. Nekünk is most már eléggé közeledik a szezon, október elejének környékén el fog kezdődni, hamarosan újra Angliába utazom, de minden héten vannak online versenyeim, szóval virtuálisan számomra azért nem volt forma egy hiány, gyorsan eltelt ez a szünet, és összességében azért rövidebb volt, mint az akkori nyári szünetek, amikor én elkezdtem nézni ezt a sportot. Elég ételített a versenynaptár. Két héten keresztül kötelezően minden gyár le van állva, a csapatok nem fejleszhetik az autókat, szóval hiába volt a két verseny között egy hónap, annak ellenére az autókon azért nem érkezett olyan jelentős változás, inkább pályaspecifikus átalakítások, talán az Aston Martin érkezett nagyobb fejlődéssel, de ezzel a gyár lekapcsolása az a helyzet, hogy olyan szigorú, hogy még mi esportolók sem mehettünk be a Mercedes gyárára, valami utcai projektet fejleszgettek néhányan, de úgy képzeljétek el, hogy mondták, hogy a vízék be vannak zárva. Ugyanis uh, tényleg ellenőrzés és, és ellehetetlenítés zajlik ilyenkor, és uh, előfordul, hogy akár WhatsApp beszélgetéseket is ellenőriznek, szóval wow. még otthonról sem beszélhetsz a Form 1 még csak így teoretikusan sem. Uh, tényleg nagyon odafigyel arra az FBI, hogy ne dolgozzanak ilyenkor az emberek, ugyanis ez az igazi szünet nekik, és nem a téli szünet. A téli szünet az, ahol a legkeményebb a munka is fejlesztenek a következő szezonra. Hát a, akik viszont ténylegesen már mármint akik szintén ténylegesen pihentek, azok a versenyzők, ugye nyilván akik követik a kedvenceiknek a közösségi oldalaikat, egy csomó videót meg képet láthattak, hogy ki mit csinált. Ezzel kapcsolatban a csütörtöki a éppként kérdezték többek között Lewis hamilton pont az m Szerecki Ádámnak mondott, vagy mondta azt, vagy beszélt arról, hogy úgy érzi, hogy életében először, pedig annyira nem fiatal versenyző már, de hogy életében először tudott, hogy Isten igazából nyáron kikapcsolódni, mert hogy most nem csinál semmit állítása szerint, hogy egy-két fotót töltött csak föl, gyerekekkel volt, családtagjaival nevetett, de hogy most tudott először kikapcsolni, miközben a csapattársa George Russell meg ilyen különböző extrém sportokat próbált ki, amiknek én nem is tudom a nevét, de vízi sportokhoz köthetőek, és viccesen meg is egyezte, hogy ezt, hát össze is törte magát, egy csomó zúzódást elszenvedett, úgyhogy lehet, hogy ezt a jövőben majd hanyagolni fogja. Nem tudom, hogy neked volt-e bárki, Dani, akit úgy szívesen kiemelnél, tetszett egyáltalán, de hogy állsz ezekhez a, ezekhez a, szünetekhez? Mi a jó módszer szerinted? Hát jó módszer lehet egy akton koktélozgatni és jetskizgetni, amikor meleg van, fürdeni egyet. Én is mindenképpen a vízisportokat nem na meg egy kis túrázást, és az biztos, hogy enniük kell ugyanúgy egészségesen és edzeni, ugyanis egy hónap alatt bőven sok-sok izom le tud épülni a szervezetről, és azért a centfordi pálya a modern autókkal a középső szektorral elég nyakgyilkos lesz, szóval azért fontos lesz, hogy sok pilóta edzen, ugyanis egy nyári szünet után szerintem, ha valaki nagyon elhanyagolja az egészségét, akkor meg tud lepődni. Itt azért a versenyzők között is van különbség, hogy kinek egyáltalán milyen jogi lehetősége van. Uh -huh. Emlékszünk, hogy uh, Louis Hamilton volt, hogy ejtőernyőzött, de van, akinek az is benne van a szerződésében, hogy nem siélhet, nem ejtőernyőzhet. Uh, az extrém sportokat azért nem annyira szeretik a csapatok, ugyanis elég értékesek ezek a versenyzők ahhoz, hogy nehogy esetleg uh, sérülések miatt uh, kihagyjanak futamokat. De ironikus módon a legtöbb forma egyhez köthető sérülés az nem a versenypályán szokott lenni, nem az ejtőernyőzéssel, vagy a jetkizéssel, vagy a sieléssel, hanem egy egyszerű biciklizéssel, vagy futással, ha. ahol megbotlanak, és elesnek, és eltűnik egy bordájuk, mint például Strollnak, vagy alonzó is más sérült meg a biciklizés közben az elmúlt két évben. Öm, klassz lehet de a versenyzők szerintem nem azok az emberek, akik a legjobban elfáradnak egy akár egy 12 futamos előszezon után, vagy az első fele után, hanem inkább a, a, a csapatban dolgozók szorultak rá a legtöbb pihenésre. Hát ha már Strollt szóba hoztad, akkor egy érdekes plegyka keringgel a kapcsolatban. Kicsit ilyen április elsői kacsának éreztem ezt a dolgot, hogy Len Stroll pályát módosítana, felhagyna a formegyes versenyzéssel, és teniszezőnek állna majd ami hát több szempontból is nyilvánvalóan vérzik, illetve többsebből is vérzik ez a sztori, de közben meg kiajta a csütörtöki média napot, a pedokban ott volt, de itt a bal füle mögött, ami most nektek nem is tudom, hogy látszódik éppen, de lényeg, tehát hogy a bal füle mögött egy ilyen óriási sebb tapaszt volt megfigyelhető. Szóval mi, mit, mit gondoltál, amikor ezt, ezt így első körben olvastad? Mert a rossz nyelvek szerint Stroll papa, terelni a tenisz irányába a pici fiát azért, hogy esetleg egy másik kompetitív versenyzőt tudjon igazolni az Aston Martin. És ugye a tenisz világa is olyan, hogy amellett, hogy nagyon kiskorban el kell kezdeni, hogyha nincsenek meg az anyagi lehetőségeid és forrásaid, akkor egész egyszerűen nem tudod csinálni, mert ahhoz, hogy körbeutazd a világot, ahhoz szponzorok kellenek, de a szponzorok csak azok után jönnek, hogy te valamit letettél az asztalra. Szóval szerinted lesz Lance Strollból kanadai teniszversenyző? Nem hiszem, hogy lenne, bár nem vagyok tisztában a tenisz képességeivel, nagyon sok versenyző golfozik, meg teniszezik, talán ez a kettő legelitebb Leve. sport, ők nem focizni mennek le a grundra, szóval lehet, hogy tehetséges, lehet, látni. hogy korán kezdte, de én néztem -e teniszezésről a teniszezésről dokumentumfilmet, és ezért Stroll nekem nem annyira tűnik annak a karakternek, aki nagyon sikeres lehet. Én úgy gondolom, hogy ha éppen úgy jön neki, hogy szerencsésen alakul a, a, a csapattársa És kap egy nagyon jó autót a Form 1-be Azért természetesen harcolhat dobókért Akár lehet futamgyőzelme is A teniszben soha nem fog Nyerni szerintem Akár lehet egy átlagosnál jobb teniszező Vagy egy átlagos teniszező De egy olyan sportba belemenni eh, Ahol nem nyerhetsz Egy olyan sportból, ahol lehet, hogy nem te vagy A legjobb, de ha összeadódnak A technikai feltételek, még nyerhetsz is És szerintem a Forma 1 Összességében talán egy kicsit könnyebb is, élvezetesebb, azért egy versenyzőnek mégis csak 20 pár hétvége van egy teniszezőnek, sokkal több meccsre kell szerintem készülni egy évben. Én soha nem választanám a teniszet a Forma egy felett, de hát ízlések is pofonok. Uh, lehet, hogy uh, uh, vannak nagyobb tervei, azért más csapatot is össze tudnak hozni, akár az egész Forma is megvehetik, de megvehetnek egy másik csapatot is, vagy csak uh, berakhatják oda a fiút szerintem azért Stroll teljesítményi alapján is kapna egy Form 1 csapatot, azért uh, szerintem a legrosszabb négybe sincsen benne egyáltalán a mezőnyben, annyira azért nem kell uh, botot törni a feje felett. Uh, ha az Aston Martinnak tényleg olyan autója lesz, hogy uh, uh, kettő top versenyző kell, hát legyen, de szerintem amúgy nincs szükség kettő top versenyzőre egy csapatban, ezt látjuk talán a Red Bullnál is, bár Perez azért jobb, mint roll, csak Verstappen nagyon jó, de főleg a költségsapka idején szerintem egy egyéni bajnoki eredménnyel sokkal összebb média visszhangot lehet elérni, és ugye a konstruktőriben minél hátrébb végzel, igazából annál jobb, mert annál többet fejleszhetsz. Én nem gondolom, hogy, hogy annyira szükséges lenne egy államversenyző csapat az Aston Martinnál, Alonso majd, ha kiöregszik, jöhet helyette még egy nagyon jó, de amúgy nincs is annyira kettő nagyon jó versenyző, akik úgy sorakoznának egy ilyen ülésért. Ugye azt beszéltük talán egy-két hónappal Mátéval, hogy first lehet az, aki az Aston Martinba megérkezik a szabályváltoztatások után, a visszavonul alulzó, mert a Red Bull dominanciája nem tarthat örökre. Az Aston Martin a Honda-val dolgozhat együtt, és first szerintem eléggé jó érzelmi viszonyt ápol uh, uh, a márkával, Jobba, jobbat, mint például Alonso, szóval egy tökéletes uh, fit lenne. Egyetértek, és akkor most így a bulváros bevezetést követően térünk rá kicsit szakmaiban akkor erre a hétvégére. És uh, érdekes, amit szóba aztán, hogy nincsenek is olyan versenyzők meg az alternatívák, mert ugye a, a csütörtöki minden hát nem mondom, hogy szenzációja volt, de fogalmazunk úgy, hogy a legnagyobb hírértékkel bíró bejelentése az a háztól érkezett, ahol most már hivatalossá vált Günther Steineréktől, hogy akkor a mostani pilóta páros, Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen maradt 2024-re is. Hülkenberg esetében azt mondta Nico és a csapat is, hogy itt igazából nem kellett semmit aláírnia, ugyanis amikor tavaly leszerződtették őt, akkor egy 1 plusz 1 éves szerződést írt alá, és a plusz 1 lesz a 24-es esztendő, amihez az kellett, hogy idén teljesítsen valahogy, ez a teljesítmény összejött, gondolom itt néhány pontról kellett beszélni, vagy esetleg arról, hogy legyőzi a csapattársát húzamosabb időn keresztül, és hogyha ez megtörténik, akkor automatikusan életbe lép a hosszabbítás, ezt láttuk most. Viszont Kevin Magnussen esetében mondta az Günther Steiner, volt egy érdekes, nem tudom, hogy elszólása őszintén, szóval az eredeti interjút nem hallottam, de az írott sajtósoknak mondott egy olyat, hogy elégedett ezzel a párossal, Kevin esetében már kivizsgálták azt, hogy mi okozhatja a problémát, hogy önmagához képest gyengében szerepel, meg mikhoz képest is, és egyébként sem volt igazából nagyon más alternatíva, akit le lehetett volna igazolni a házhoz. Mit szólsz ehhez, Dani? Mennyire lepődtél meg? Bár szerintem nagyon semennyire, hiszen ez abszolút hetek, hónapok óta benne volt a levegőbe, de mit szólsz mégis ehhez, hogy 24-ben akkor most már fixen ott van a háznál Hülkenberg és Magnussen? Hát Máté, ez, egészen lesokkal. Én, nem, nem számítottam rá, felkeltem, megláttam, és vissza kellett nem tudtam, mert egyszerűen úgy leesett a vérnyomásom, hogy elájultam volna. Jó, mindent értek, adjuk is akkor ezt a témát, ugorjunk. Minden esetre fixen az egyetlen csapat jelen pillanatban, ahol már mind a két versenyzőt tudjuk, teljesen, teljesen official, az elméletileg a ház, mert ugye a többi csapatnál még azért viszonylag vannak, vagy lehetnek kérdőjelek miközben azt, azt is jelenti, hogy azért folynak az ülések, és ugye Magnussen helyére rebesgettek néhány pilótát, most ők viszont lehet, hogy már magasabb vérnyomással ébredtek. Na de, ha Centfort, ha Holland nagy díj, akkor természetesen Max Verstappen, nyilván ő volt a csütörtöki mélen a igazi sztárja, ugye az előző két évben diadalmaskodott, és ha most is nyerne, sorozatban kilencedik futamát nyerhetné meg, amire korábban csak és kizárólag Sebastian Fettel volt képes. Elnézve a pálya karakterisztikáját, meg a Red Bull idei teljesítményét, torony magas esélyes ezúttal is? Felsztappen Hollandiában? Ez a pálya azért egy nehezebb feladat lesz, ha visszaemlékszünk a tavalyi futamra, akkor ha nem jön be olyan szerencsétlenül a virtuális safety car, meg a safety car, akár a Mercedes is harcolhatott volna a futam de az első három az 10 másodpercen belül volt, és Fairstappen egy plusz gumicserével, Russell kicsit önző döntésével, hogy Hamilton védelme nélkül kijött inkább a vox -ba. nem tudom mennyien, hogy emlékeztek rá végül, hamilton a safety káros előzte meg, és úgy tudta megnyerni a versenyt, egyáltalán nem volt egy csima, ugye a Red Bull inkább a gyors pályákon jó, és a Denver-ban gyors kanyarok vannak, viszont nincsen túl hosszú egyenes, nagyon nehéz itt előzni, Monaco Singapur Hungaroringhez hasonlítható. Versenyen természetesen azért úgy gondolom, hogy ahogy mindig most is ők lesznek a leggyorsabbak, de simán el tudom azt képzelni, hogy az időmérőn ismét okoz valaki más meglepetést, akár a Mercedes, akár a McLaren, viszont ha ezt a putamot megnyeri, akkor utána jön majd Monza, ahol meg abszolút mehet a rekord döntésért, és nem csak a beállításért, és 10 futam, hogy nyerhet sorozatba, ami továbbra is egészen elképesztő. És nekem ennél a statisztikánál mindig csak abba félelmetes belegondolni, hogy ez a két győzelem is peresztől inkább szerencse volt, mint sem teljesítmény, és a Csávó 12 futam győzelemnél is lehetne már igazából a, a, a mexikói nem nyer ilyen technikai, meg safety car gondok miatt persze ellen. Szóval, hát mit nem mondjak, nehéz erre szavakat találni. Kíváncsi vagyok, hogy sikerülni fog -e mert azért ez mindenképpen nagy sztori. Természetesen ő a favorit. Egyébként olyan pályákat említettél, ebből kifőleg akár még Csekó Perez is nagy esélyekkel szállhatna versenybe a győzelemért, bár azért nincs előttem, hogy mondjuk nincs technikai problémája a és fejfej -fej csatáznak, és abból nem Fersztappen jön neki győztesként. Érdekes egyébként, hogy átalakultak az erőviszonyok olyan szempontból, pontosabban nem is az erőviszonyok, hanem a, a célok egész szempontosan. Ugye Felsztappen arról beszélt, hogy minden futamot szeretnének megnyerni, ő is, amint az összes átrövő futamot meglepő módon szeretné megnyerni, mert azt mondta, hogy lehet itt beszélni arról, hogy domináns az autó, ő domináns, viszont amilyen szezont fut, most a nyári szünet alatt ő is egy picit átértékelte a dolgokat, azt mondta, hogy ilyen egy, maximum két alkalommal van egy Forma 1 versenyző pályafutása során, ha egyáltalán van, és pont ebből kifolyólag nem szeretné azt csinálni, amit mások, és nem nevezett meg pilótát, de szerintem Hamiltonra gondolt, mert úgy mondta, hogy nem szeretné azt csinálni, amit mások csináltak régebben, hogyha megszerezték már a világbajnoki címet a szezonban, akkor utána hátradőltek, és gyakorlatilag nem a győzelemért mentek, hanem csak autóztak. Viszont Hamilton meg ugye pont arról beszélt, hogy ő a Red bull ezt teljesen elengedte, számára a második hely a cél, megelőzze Csekó Perezt és megelőzze Alonzót, és innentől kezdve a Mercedesnek egy új szezon indul, a ferrari nak is egy új szezon indul. Szóval igazából mindenkinek új szezon indul, és mindenki abban reménykedik, hogy valami történik a Red Bull-okkal. Izgalmasra tűnik, nem? Igen, de nekem amúgy ez a hozzáállás nagyon tetszik persze, a penékben, hogy ők nem csak nyerni akarnak, de dominálni akarnak. Szerintem ez a jó hozzáállás, és ez az a hozzáállás, ami eredményezi ezt a megszakítatlan konzisztens dominanciát, és nem az autó, mert én úgy gondolom, hogy azért a Mercedesnek volt szintén ilyen autója 2014, 15, 16 ban aztán 19-ben versenyen főleg 20-ban egészen biztos, bár az egy Covid miatt rövidebb szezonra sikerült, szóval igaz szerintem, és nem alaptalan Verstappen apró szurkálása, tényleg csak a technikai hibák választhatják el őket ettől a győzelemtől, vagy akár valami kaotikus időjárási körülmény, de a versenytempójuk nem hiszem, hogy drasztikusan csökkenne, de fontos az, hogy erről ne csak Verstappen vélekedjen így, hanem a Red Bull csapat többi tagja is. A McLarenre nagyon kíváncsi vagyok, ugyanis a nyári szünet előtti négy futamon hirtelen nagy lépést ugrottak a Silverstone-i futamóta, és kiválóan teljesítettek, és szerintem sokan szurkolnak nekik azért, hogy ezt a teljesítményt fent tudják tartani. Biztos, hogy lesznek még gyengébb pályáig, de volt egy újabb olyan pálya, ahol szinte csak gyors kanyarok vannak, ami már ízlett nekik a Hungaroringen, Silverstone-ban, szóval időmérőn megint akár egy... De első két csorba kvalifikáló McLaren párost láthatunk majd. Én alapból ezt a pályát amúgy nem szeretem, szerintem ezek a Not modern here. autók messze túl nagyok ehhez, elég szűk maga az aszfaltség, rövid az egyenes, és ami a legnagyobb gond, hogy mindegyik kanyar olyan gyors, hogy gyakorlatilag nincs előttük féktáv. Az egyes kanyar egyértelműen a legjobb előzési pont, olyan nagy leszorító erőt termelnek a padlólemezzel ezek a form 1 autók, hogy már az utolsó padlógázas döntött jobbos kanyarba is lehet nyitni a DRS-t, ami amúgy technikailag egészen elképesztő, úgy féltek ettől a kanyartól, amikor visszatért a pálya a formájában. most meg DRS-sel is átmennek rajta a padlógázon a Grand effect autókkal, de összességében azon kívül nincsenek nagyon előzési pontok, és abszolút a top 3 legnehezebben előzhető pályába tartozik, és szerintem a, közé, a pálya közé, ahol a, legunalmasabb a verseny összességében. Vonalvezetés egyáltalán nem változatos, majdnem egy szabályos kör. Van néhány íz benne, de körülbelül ennyi. Eléggé gumigyilkos, viszont eléggé első gumigyilkos, ugyanis összességében a versenyzők mindig egy stabilabb beállítással az első tengelyre várnak ezekben a hosszú nyújtott kanyarokban és, és a lassú kigyorsítások hiánya miatt a, hátsuk, hátsók kevésbé terhelődnek. Fégekkel itt nem lesz probléma, ugyanis konkrétan egyszer kell erőset fékezni egy kör alatt, és alapból nem fognak egy 310-15 km per óránál nagyobb különbséget, vagy végsebességet elérni a csapatok esetleg az eső szólat közben, és egyébként erről szólnak is hírek, de majd meglátjuk a szavaredzések során, hogy tapasztalunk-e égi áldás. Minden esetre hétfigérés is folyamatosan mondják a csapadékot, úgyhogy hát, ha ez majd idézőesen pozitívan bekavar, és emiatt látunk egy még izgalmasabb futamot. Fiúk, lányok, köszönjük szépen a figyelmet, ez most egy ilyen felhozó ö, adás volt a mi részünkről, hiszen a nyári szünetet követően azért eleve nem, minden, nem sok minden történt, ugye a házas bejelentést azt nemítettük de nagyon várjuk már az izgalmakat, és természetesen a futamot követően jövünk majd itt az Unibet Magyarország YouTube csatornán egy élő kibeszélővel, én megyek át Danihoz, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, és nézzétek a további adásokat is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok, szép étvégét!